Asztal és ajtódíszt, lámpást, denevélt és még számos a Halloweenhez kapcsolódó dekorációt készítettek azok, akik ellátogattak a magházba Tolnán. Az intézményben már hagyomány, hogy az ünnep közelettével kézműves foglalkozást szerveznek a könyvtárral együttműködve, ilyenkor akár be is öltözhetnek a résztvevők. Manapság már szinte mindenkinek ismerős a gyertyáktól világító töklámpások képe. Beöltöznek, elmennek a temetőbe, meg így bepognak az ajtón, és akkor csokit vagy csalunk, és akkor így adnak. Azonban mégis kevesen tudják, hogy a szokás eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Szakemberek szerint a tőkfaragás egy ősi kelta tradíció. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltöznek az élőkbe, az emberek félelmükben beöltöztek különböző álcázó jelmezekbe, így akarták becsapni és összezavarni a szellemeket. Faluhelyen azért élnek halottak napja előtti hagyományok és ilyen gonoszűzési hagyományok, de ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert hogy ugye Halloween, mint olyan, az angol száz hagyomány. Mi szeretnénk ezt némileg népszerűsíteni. Bár a szakértők csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztő töklámpás, mint a busó állarc. Az ellenség eltántorítására, előzésére használták. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt díszelet, és csaknem az ország szinte minden pontján tartanak az ünnephez fűződő programokat.